kicsit lehet ilyen álmosnak tűnök, de csak azért, mert a 40 fok, meg én így nem nagyon szeretjük egymást. Sziasztok, Matilda vagyok, és ebben a videóban a könyvkiadási tapasztalataimról fogok beszélni. Igazából kértétek többen is, hogy ezt a témát érintsem, meg gondoltam rá én is, hogy valamennyit beszélnék róla. Remélem, hogy azért hasznos lesz, amit mondok, és ezzel segíteni tudok nektek, de tényleg csak annyit tudok elmondani, hogy ez a három könyv hogyan lett kiadva. Nem a könyves biznisznek, nem a könyv megírása és a könyv kiadása a legnehezebb része, hanem a könyv marketingje, terjesztése és eladása. Az a legnehezebb. Tehát a másik az könnyebben megvan. De terjeszteni, meg eladni, az nagyon nehéz. Mármint hogy olyan számba, hogy nem jön egy-két darabot. Szóval nagy számban eladni az már, az trükkös dolog. De akkor maradjunk a kiadásnál. Ez az első könyvem, a Futótűz. A Csikolki tűzben született sorozatom első része. Ez egy magánkiadással kiadott könyv. Amikor én ezt elkezdtem, én nem is gondoltam, hogy komoly lesz, szóval igazából csak megírtam, aztán ki lett adva, de hát ez úgy nézett ki, hogy én ezt megírtam, egyszer-kétszer átjavítgattam, és akkor úgy voltunk, hogy elküldtük több kiadónak is e-mailben, ugye, hogy kell, ahogy le volt írva a kiadó honlapján, hogy hogyan fogadnak kéziratokat. Azt hiszem, egy darab kiadó válaszolt, és a többiek egyáltalán nem is válaszoltak. Az egy darab kiadó pedig, aki válaszolt, ő azt mondta, hogy térjünk a könyvírásra vissza később, mert túl fiatal vagyok. Hát jó, de azért ott voltam egy könyvvel, meg nekem meg volt a sztorim, hogy tudtam, mit akarok tovább vinni valamennyire a történetben. Úgyhogy voltunk vele, hogy jó, akkor keresünk egy nyomdát, és náluk adtuk ki ezt az első kötetet. A magánkiadás egyébként nem egy rossz megoldás, mert ki lehet ugyanúgy, itt van, kiadtunk ugyanúgy belőle egy könyvet, és hogyha valaki tud profi grafikus szerezni, meg rendes olvasó szerkesztőt, és tudja rendesen reklámozni a könyvet, akkor igazából tök mindegy, hogy magánkiadás vagy nem magánkiadás. Hogyha az embernek meg nincs grafikusa, aki megcsinálja a borítót, nincs olvasó szerkesztője, meg nem annyira tudja így teleplakátolni a világot vele, akkor azért úgy már kicsit hátrányosabb a magánkiadás, meg ugye bejuttatni a nagyobb könyvesboltokba se olyan egyszerű. De hogyha tudod reklámozni a könyvet, akkor ez majdnem olyan, mint hogyha rendes kiadóval adattad volna ki, mert kb. Ugyanazt is éred el. De viszont, hogyha nem tudod ezt megcsinálni, akkor igazából, na most, hogy mondjam, van egy ilyen előítélet, hogy ugye ezen a könyvön sehol nem látható semmilyen kiadónak a kis logója, szóval azért érdemes mondjuk legalább egy kisebb kiadót keresni, mert legalább akkor benne van, tehát nem az van benne a könyvben, hogy magánkiadás, persze szerintem az ennyire külön nincsen ki beleírva. Ja, de felelős kiadó, apa. A magánkiadás, hogyha az van beleírva a könyvben, akkor ez valamiért azt sugallja, hogy igazából senkinek nem kellett a történeted. Még hogyha van benne egy kiadónak a logója, akkor az inkább olyan látszatot kelt, hogy ez egy olyan könyv, amit egy kiadó elfogadott. Hát igen, igazából ez van. A magánkiadás még azért így talán, hát nem azt mondom, hogy legjobb lehetőség, de egy jó lehetőség, mert igazából, hogyha az embernek nincs neve, főleg itt Magyarországon, mert azért egy kis országról beszélünk, akkor a nagyobb kiadók nem nagyon fognak rád nézni. És hát sajnos ez van, de ez az igazság, szóval, hogyha nincs neved, akkor tényleg nem fognak. De egyébként a magánkiadás teljesen járható út. Én például, akikkel én ezen az első könyvben dolgoztam, ők nagyon segítőkészek voltak, és nagyon jó volt velük dolgozni. De annyi kell hozzá, hogy keresel egy nyomdát valahol. A költségek természetesen a szerzőt terhelik, de ami nagyon jó, a teljes bevétel a szerző zsebébe megy. És ugye kiadónál, rendes kiadónál ez nem így van. Ja, és persze akkor van rendes bevétel, hogyha el tudod adni a könyvet. Szóval azért ez benne van a pakliba. De most, hogyha nem lesz egy héten belül bestseller valakinek a könyve, mint másoknál szokott, mert kis országról beszélünk, meg Magyarországról, és magán kiadásról, szóval nem szabad elkeseredni, ha hónapok után sem lesz 1000 darab eladva a könyvből, bár mondjuk úristen 1000 darabot kinyomni.
Mindegy, szóval nem szabad feladni. Kitartás. Egyébként, hogy azért nem árt, hogyha emberek átnézik a könyvet, mielőtt kiadod, mert az egy dolog, hogy te átnézed, de természetesen egy idő után már szelektálod a hibákat, mert jó, ez igen, ez így van, és észre se veszed. És ezt ennél a könyvnél mi úgy oldottuk meg, hogy igazából ismerősök, barátok elolvasták, és akkor jelezték, hogyha szerintük valamit máshogy kellett volna, vagy valamit nem értettek. Ezt a borítót, tehát a képet azt én raktam össze már, mint csak a hátteret, a szöveget azt már nem én raktam rá. És mit csináltam még? Ja igen, a tördelést, ezt meg megoldja a nyomda. Amikor a második és a harmadik könyvem kiadásához kerültünk, akkor előtte egy olyan tanácsot kaptam, hogy keressünk egy kis kiadót. Tehát így a könyveknek lett kiadójuk, rajta van a kiadó logó, és bár ez nem egy nagy kiadó, de abban hatalmas nagy segítség egy kisebb kiadó is, hogy a kiadók be tudják juttatni a könyvedet a nagyobb könyvesboltokba. Tehát a futótüzet mi be tudtuk vinni a Lírához, de amikor a kisebb kiadóhoz mentünk, akkor bekerült a Librihez is, és a Booklinehoz is. Szóval több emberhez így eljutott. De egyébként, ahogyan mi ezt a második, meg ezt a harmadik könyvet adtuk ki, majdnem ugyanolyan volt, mint a magánkiadás. Mert ugyanúgy az összes költség rajtunk állt, viszont természetesen nem ingyen, de lett egy olvasó szerkesztője a könyvnek, szóval most olyan ember nézte át, aki értett is hozzá, tehát nem csak így mi. Na, szerintem nem úgy kell, de egyébként minden ugyanolyan volt, és még ugyanazzal a nyomdával is dolgoztunk. De és egyébként a kiadó meg szívesen fogadott, mert nem olyan felállás volt, hogy akkor ők fogják kifizetni, és ők buknak rajta, mert igazából max mi tudunk rajta bukni. De nagyon szívesen fogadtak, segítőkészek voltak ők is. Igen, és így kaptam egy kiadós profi, oda beleillesztett, fogalmam sincs ennek mi a neve. Mindegy, az nem az van benne, hogy magánkiadás, és ez már egy jó dolog. És igazából nekem ennyi tapasztalatom van könyvkiadás terén, mert én nem szerződtem még egyetlen egy kiadóhoz sem olyan formában, ahogy az lenni szokott. Szóval arról a részéről én nem tudok sok mindent elmondani, most igazából remélhetőleg hamarosan lesz kiadónál szerződésem, dolgozunk rajta, meglátjuk mikor, de egyébként most szeretném, mert ez most egy olyan lehetőség, amivel élni szeretnék. Aztán majd utána tudok beszélni arról a tapasztalatomról is, de egyelőre még csak ezt a három könyvet adtuk ki ebben a formában, tehát az elsőt magánkiadásban, a másik kettőt meg kis kiadónál. És amit még így elmondanék itt a videó végén, az az, hogy én például azt még mindig nem tudom, hogy hogyan lehetne nagyon eladni a könyvet. Tehát persze, megtehetném, teleplakátolnám egész Budapestet, akkor nem lenne belőle probléma. Na mindegy, de szóval az tényleg nagyon trükkös rész, és hogyha esetleg valaki tudná, hogy hogyan lehet így eladni az összes kinyomtatott példányt, akkor az nyugodtan mondja meg nekem, szívesen meghallgatom az ötletet. Az a legnagyobb tanácsom az írótársaimnak, hogy ne adjátok fel, tartsatok ki. Hogyha valaki esetleg úgy gondolná, hogy semmit nem ért most, hogy tényleg így padlón lenne, és azt mondaná, hogy semmi értelme annak, amit csinál, és nem jól ír, és nem jó a történet, akkor gondoljon bele, hogy amikor odaadja másoknak, hogy nézzék meg a könyvet, hogy olvassanak bele, hogy ők mit gondolnak róla, akkor így fel kell idézni a pozitív visszajelzéseket. Én is azt csinálom, olyankor mindig, mikor úgy gondolom, hogy semmit nem ér az írásom, belegondolok, hogy milyen pozitív visszajelzéseket kaptam, és akkor így megnyugszom, hogy de azért valamit csak jól csinálok. És hogyha tényleg, hogyha egy kiadó nem válaszolna, nem írna vissza, vagy nemet mondna, emlékezzetek a következő példákra. A Harry Potter könyveket J.K. Rowlingtól 12 alkalommal utasították vissza, mire a Bloomsbury azt mondta, hogy ő kiadja. És milyen jól jártak vele. A dzsungelkönyve írójának, Kiplingnek azt mondták, hogy nem tudja használni az angol nyelvet. Mégis egy nagyon híres könyvről beszélünk. Hogyha valaki azt mondja, hogy dzsungelkönyve, akkor tudod, hogy Kipling, vagy legalább a Disney mese eszedbe jut. Az Anna Frank naplóját 15-ször utasították vissza. Stephen Kingtől a Carrie-t 30-ször utasították vissza. Az Elfújta a szelet 38-szor. És az is az elég nagy klasszikus. Szóval a lényeg, hogy higgy magadban, és ne add fel, tök mindegy hányszor mondanak nemet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!